Ő itt Szaszi. Szaszi hat éves, és bár nem tud sokat a világról, az biztosan tudja, hogy a kakaós finom, a tökfőzelék pedig nem annyira. Tudja emellett azt is, hogy énekelni az zuhany alatt könnyű dolog, nagyobb közönség előtt viszont már nem annyira. Amit viszont Szaszi még nem tud, hogy a mai nap milyen különleges lesz, és mennyi izgalmat rejteget a számára. Ahogy minden szombat reggel, Szaszi ma is elindult a sarki pékségbe, ahol a legfinomabb kakaós csigát sütötték, hogy vigyen belőle a nagymamájának reggelire. Miután megkapta a két legszebb darabot János bácsitól a péktől, útnak indult, azonban alig tett meg néhány lépést, amikor a szomszéd Náncsi néni hangját hallotta. – Drága Szaszi, jó reggelt! Segítenél nekem? Itt vagyok a garázsban, de sehogy sem érem fel a legvárokat, márpedig anélkül nem igazi a reggeli. Szaszinak több sem kellett. Belépett néni garázsába, megállt a polcok előtt és felpillantott. A legfelső polcon valóban ott álltak sorban az üvegek, tele a gyönyörű, színes és bizonyára mennyei lekvárokkal. Azonban Szaszi még csak most kezdte az iskolát, és az osztályában is a legkisebbek közé tartozott. Tudta, hogy ilyen magasságba soha nem érhet fel. Sajnálom, Náncsinéni, kicsi vagyok, nem tudok segíteni, mondta. Semmi gond, szaszikám. Köszönöm, hogy legalább megpróbáltad. Szaszi szomorúan folytatta útját. Ahogy az órát lógatva bandukolt, egyszer csak egy mély hang szólt felé. Jó reggelt, Szaszi. Takács bácsi volt az, az öreg órás. De jó, hogy itt vagy. Pont egy ilyen ügyes gyerek tudna nekem most segíteni. Éppen a nyitáshoz készülöttem, amikor becsapódott mögöttem a rács, a kulcsom meg persze ott maradt az asztal sarkán, látod? Sajnos nagyon messze van, nem érem el, Nincs ötleted, hogy mit tehetnék? Ó, Takács bácsi, sajnos én nem vagyok olyan ügyes, nem tudom, mit lehetne tenni. No, nem baj, akkor gondolkodom tovább. Legyen szép napot, szaszi. Amikor hazaért, a nagymamája látta, hogy milyen szomorú. Drága kisunokám, mi a baj? Minyomja a lelked? Ó, nagyi, olyan kicsi és olyan ügyetlen vagyok. Nem tudtam ma segíteni senkinek, pedig annyira akartam. Ne búsulj annyira! Tudod mit? Van itt neked valami, mindjárt megkeresem, addig csak meg a kakaós csigádat. Azzal Nagyi eltűnt a szobája a ajtaja mögött. Hosszú percekig várt rá Szoszi, miközben mindenféle furcsa zajokat hallott. Egyszer csak kinyílt az ajtó, és megjelent Nagyi, kezében egy furcsa vörös ruhadarabbal. Megvan, Drága szaszikám, nézd, mi van itt. Ez itt a kezemben nem más, mint egy palást. Egy öreg varázslótól kaptam egyszer régen, azt mondta, hogy aki ezt felveszi, egyből szupererőre tesz szert. Próbál csak fel. Azzal szaszira terítette a palástod. Ugye már is érzed, hogy mennyivel erősebb vagy, és mint egy kicsit magasabbnak is tűnnél. Igen, érzek valamit. Tudod, mint Nagyi, el is indulok, megpróbálom, háta a palásban már tudok segíteni mindenkinek. Sassi útra is kelt. Először Náncsi nénit kereste fel, aki még mindig a lekvárokat nézegett a garázsban. Egyet se féljen, Náncsi néni! Kiáltott. Látja rajtam ezt a palástot? Szuper erőt ad! Mindjárt leszedem onnan azt a baracklekvárt. Sassi körben körbenézett, és meglátott egy létrát a garázs túlsó végében. Azt odahúzta a polchoz, felmászott rá, és gond nélkül levette a hőnáhított üveget. Tessék, Náncsi néni, most már jöhet az a reggeli! Köszönöm szépen, Sassi. Ezt nagyon ügyesen megoldottad. Tényleg egy igazi szuperhős vagy. Sassi ezzel futásnak erett egyenesen az órás üzlethez. Jó napot, Takács bácsi. Nézze, milyen szép palástom van. Szuper erőt ad. Ne féljen, mindjárt segítek, hogy bejutasson az üzletbe. Sassi jó mélyen beletúrt a zsebébe, majd hosszas matatás után egyszer csak kihúzott belőle egy mágnest. Ez a kedvencem. Tegnap vettem le a hűtőről, mert meg akartam mutatni a többieknek az iskolában. Milyen jó, hogy elfelejtettem visszatenni. Rákötöm a cipőfűzőmet, és majd ezzel elkapjuk annak a kulcsnak a grabancát. Azzal már el is hajította az asztal felé a rögtönzött lasszót. Pont eltalálta a kulcsot, ami hozzá is ragadta mágneshez, már csak ki kellett húznia. Tessék, Takács bácsi, így már kinyithatja a boltot. Köszönöm, szaszikám. Te vagy a legjobb szuperhős, akivel eddig találkoztam. Mikor ezt a feladatot is megoldotta, Szaszi célba vette Nagyi házát, hogy megköszönje neki a segítséget. Amikor belépett, Nagyi éppen a szobájában tüsténkedett, hát bement hozzá. Nagyi, Nagyi, képzeld, tényleg szuper erőt adott a palást. Mindenkinek tudtam segíteni. Szaszi most vette csak észre, hogy az ablak előtt Nagyi vörös függöny elógott, éppen olyan színű, mint a varázslatos palást. Azonban most egy jókora lyuk rajta. Nagyi, mit történt a függönyöddel? Szaszikám, semmiség az egész. Most már elárulhatom, hogy a palást, amit adtam, bizony semmilyen varázselővel nem bír. A függönyből csináltam neked, amikor elmesélted, hogy mi minden történt veled. Úgy bántod, hogy szomorú vagy. Gondoltam, hát, ha ennek majd megörülsz. De nagyi, hiszen tényleg szupererőt adott. Szaszikám, drága unokám, az a palást nem ad szupererőt. Te magad segítettél mindenkinek egyedül. Nem a palástól lettél szuperhős, hanem attól, hogy hittél magadban. Azzal megölelte az unokáját, egymásra nevettek, és megterítettek az ebédhez. Szaszi már nem hordja a palástot, csak néha napján, viszont már tudja, hogy az igazi szupererő belülről fakad. Ha szeretnétek, készítsétek el Szaszi szuperhős címerét, és küldjétek el nekünk az alábbi e-mail címre. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!